Szeptember 13-a a csónakházak nyílt napját jelentette országszerte. Az érdeklődők a Magyar Kajakkenu Szövetség által szervezett eseményen többek közt ellátogathattak Sukoróra, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiára is, ahol a gyerekek és szüleik játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a kajakozás, a kenuzás és a vízitelepek varázslatos világával. Nagyon kedvesek az edzőink, minden kérdésre válaszoltak, a kérdésükre válaszoltak a szülőknek. Én szerintem az elsők, azok a szülők és gyermekek, akik először vannak itt, azok látták, hogy egy jó helyre, jó közösségbe érkeznek a gyerekek, ha hozzánk fognak járni, kajakozni, kenúzni, vagy éppen szapozni. Rengeteg gyerek van, rohangálnak, jól érzik magukat, csillog a szemük. Szerintem mondhatom azt, hogy jól sikerült a mai délutánunk. Az akadémiának az utánpótlás nevelésben is jelentős szerepe van Magyarországon. A párizsi nyári olimpián folyt Sára kajak 4-esben és 2-esben is bronzérmet szerzett. Azt álmomban nem gondoltam, hogy két bronzéremmel térhet haza akadémiánk versenyzője, de azt gondolom, hogy a 4-esben elért bronzérem, az elhitette velük, hogy képesek arra, hogy párosba is ott tudjanak lenni a dobogón, és meg is csinálták, fantasztikusan versenyeztek, mi meg nagyon örültünk a parton. A kemény munka tehát meghozta az eredményét, amely azt is mutatja, hogy a létesítmény korszerűsége és a szakemberek támogatása biztos alapot teremthet ahhoz, hogy az akadémián nevelkedő gyerekek közül idővel bárki a legjobbak közé kerüljön, és akár dobogóra álljon az elkövetkezendő olimpiákon.